Milyen eseményeket terveznek még lebonyolítani az év hátralévő részében? Egy nagy eseményre készülünk szeptember 18 és 20-a között, ami részben lovasverseny is, részben pedig egy újdonsággal szeretnénk kirukkolni a kilátogató nézők számára. Egy mezőgazdasági kiállítást fogunk tartani Tamási Agrárbustra néven. Ez a rendezvény a hármasság jegyébe fog lezajlani. Egyrészt lesz egy kiállítás, ahol elsősorban őshonos magyar állatfajok bemutatására fogunk összpontosítani. Lesz egy országos lófesztivál és lovas show, ahol azt mondom, hogy a világ összes lófajtáját megpróbáljuk bemutatni a kilátogató nézőknek. Egy ilyen show felvezetés keretein belül be fogjuk mutatni azt, hogy őseink hogyan és milyen módon közlekedtek lovakkal, illetve hogyan művelték földjeiket, és nem utolsó sorban szeretnénk egy olyan versenyt rendezni, ami még az országban nem volt. Megpróbáljuk idehozni a lovasport szakágainak legkiválóbb lovasait, nevezetesen díjugratókat, lovastusa versenyzőket, díjlovasokat, kettes fogathajtókat, négyes fogathajtókat és lovastornászokat. Aki el fog jönni még hátralévő versenyekre, illetve rendezvényeinkre, az nem fog csalódni, és egy olyan élménnyel fog távozni, ami meghatározza további életét.